Ez a nóta, amit most hallottak, a Lőve My Fair Lady című film, musical egyik dala, gondolom, hogy mindenki felismerte. Valamikor a 60-as években Kőbányán elég érdekes házi színpadok voltak. Illetve nem voltak házi színpadok, hanem hát én kőbányai születésű vagyok, és ott a Szlávi utca 40 szám alatt. Igazából egy ilyen közös kert volt, ahol laktam a szüleimmel, illetve a nagyszüleimmel is, és még két család lakott ott. És az utcában, meg az udvarban is voltak gyerekek, akiket én rendszerint összecsődítettem, és énekeltem nekik. Akkoriban indult ugye a 60-as évek, talán 65-ben volt az első táncszal fesztivál. 65 szerintem elég korán. És tehát én akkor még csak ilyen 3 éves kislány voltam, de énekeltem az összes dalt, ami persze nekem tetszett. Azokat megtanultam, és aztán előadtam a gyerekeknek. Úgyhogy ez volt az első ilyen egy négyzetméteres kis beton darabka, amire én fölmentem 3 lépcsőn, és az volt az én első színpadom. Na, aztán ez folytatódott, mert elég korán, tehát ének tanulás az általában olyan szinte legkorábban 16 éves kor körül szokott elkezdődni, mert hát különösen a fiúknak ugye mutálás miatt, de hát a lányoknak is van valami hasonló, mint a mutálás, tehát egy ilyen hangváltozás. Abszolút, egyébként van egy hangváltás, tehát változik a hangunk a lányoknak is, nem csak a fiúknak. Ugye hát amikor egy kisfiúnak szép hangja van, akkor az általában ilyen szoprán, magas hangon énekel. A lányoknak pedig hát, hogy is mondjam, talán egy kicsit érettebb lesz a hangja, ez most olyan hülyén hangzik, de hát valóban így van. Tehát nekünk is ugye kicsit lentebb megy, és magvasabb lesz a hangunk. Úgyhogy ezen mi is átmegyünk, és ezért tényleg nem olyan jó, sőt, nagyon rossz, ha valaki túl korán kezd el
legalábbis klasszikus éneket tanulni, mert hát ez nem egészséges. De most ehhez képest akkor te 14 éves korodban kezdted, ugye, ha jól tudom? Igen, igen, mert hogy akkor már Csepelen jártam egy nem zeneiskolába, de az énekzene tanárunk ezt beválogatotta a kórusba, és aztán mondta, hogy hát Andrea, neked olyan szép színű a hangod, meg olyan erős, és úgy kihallatszódik, hát nem kéne neked... Szóval kiszóltál a kórusból. Igen, kilógtam hangilag a kórusból, és hát elég sokszor egyébként szólókat is bízott rám a tanárbácsi, és akkor mondta, hogy hát mi lenne, hogyha elmennék a Rákóczi zeneiskolába, ahol egy énekművész tanárnő tanít, és hogy meghallgasson engem, hát hogyha ezzel a hanggal lehet valamit kezdeni. És akkor ez így is történt. Bigfalvi Júlia, igen, a tanárnő, igen. Volt, akinek a keze alól a manapság pályán levő énekesek közül tényleg nagyon sokan nála nagyon sokan, kezdtek. Igen. Igen. Hát a Polina is, a Pasztírcsák Polina is, aki hát most meg az rengetegen, hát rengetegen. Meg rengetegen másunk, igen. Na, és akkor itt elkezdődött valami. Ugye elérkeztél 18 éves korodhoz. A következő számhoz kapcsolódik már az, hogy hát felvételi, ugye? De nem a Zeneakadémiára. Igen, mert hogy azt azért el kell mondanom még, hogy itt közben gimnazista lettem, az nagyon közel volt hozzánk az iskola, szerintem azért jártam oda a Csepeli Jedlikbe, mert ez egy reál gimnázium volt, tehát fizika, matek, stb. Kémia, és hát én pont ezeket a tantárgyakat gyűlöltem a legjobban, de az volt a jó, hogy délután ugye mehettem a zeneiskolába zenét tanulni. Akkor kezdtem el egyáltalán zenét tanulni, tehát zongorát, szolfés, összhangzattan, és hát az éneklés. És hát igazából úgy nem nagyon főtt a fogam arra, hogy én opera énekes legyek. Egyrészt, hogy nem is nagyon tudtam, hogy az micsoda. És ami nekem tetszett, ugye ezek a színésznők, hollywoodi színésznők, meg az operett, meg a musical, meg ilyenek, és persze, hogy oda felvételiztem a színművészetire, amitől a Bigfalvi tanárnőmnek a haja is az égnek állt, de azért én elmentem, és ezt a dalt, amit most majd mindjárt eléneklek, hát ezzel estem ki. Szerencsére nem vettek föl. Igen, szerencsére. De visszatérve a reál tárgyakhoz, elmesélhetem a matekot? Ja, igen, persze. Mert hogy ugyan még kezdő énekesnő se voltál, de öntudatod azért volt, igen, és hát eljött az érettségi ideje, amikor a matek tanárnő meg akarta buktatni matekból. Mindig, bocsánat. Mindig meg akart? Mindig meg jó. Akart buktatni. Jó, különösen érettségi előtt. Különösen érettségi. Azt mondta, hogy hát Andrea, neked biztos azért ilyen szép a hangod, mert teljesen üres a fejed. És olyan jól hangzik benne. Igen, jól rezonál. Igen. És akkor erre ő azt válaszolta érettségi előtt a matek tanárnőnek, hogy nem baj, tanárnő, a fellépti díjamat meg fogom tudni számolni. Na, akkor most... Igen, mert ugye az alapműveleteket azért tudtam, de... nem nagyon ment. Igen. De abból is csak az összeadás. Hát az összeadás az volt a na, lényeg. Szóval, akkor most jöjjön az a, szintén a My Fair Lady-ből egy dal, amivel sikerült kiesni ilyesmi. A színművészeti főiskolának, egyébként a musical szakának a felvételéről. Igen, és már az 5. forduló volt, tehát ilyen 5 fordulós volt a felvételi, és a Vámos tanár úr, emlékszem, hogy ő valahogy nagyon fel akart venni, és aztán itt eldöntötte, hogy nem vesz föl. Nem kell más, csak egy albérlet, egy kis sufni, hol elférek. Isten, még egy kérés vár, és már...
Na, és akkor most közeledünk az opera fele, de azért, hát ugye ez a felvételi nem sikerült, akkor viszont itt mi jut eszedbe arról, hogy vasalás, meg hogy gégészet? Ez a kettő milyen jól hangzik. Ugye? Hát az jut eszembe, hogy mivel nem vettek föl ugye a színművészetének a musical operett szakára, hát ezért el kellett menni dolgozni. Apukám mondta, hogy ingyen élőt nem tartunk, nyomás dolgozni. Fú, hát mondom, én pedig azért énekelni akarok. Tehát melyik az a munkahely, ahol én naponta eljárhatok énekórára, egyéb zenei órákra, meggyakorolhatok otthon, tehát nem fáradok el annyira. Hát el kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy hónapot dolgoztam, és ez is annyira vicces, egy OTP-ben. És emlékszem, hogy egy hónap után körülbelül 100 forintot kaptam a levonások után, mert hogy annyit vétettem, tehát mindenkinek többet fizettem ki, mint amennyi járt. Az adakozó jó szívem, és azt, hogy nem tudtam ezek szerint összeadni se, vagy kivonni, vagy nem tudom. De szerintem ezért jött mindenki az én ablakomhoz, mert tudták, hogy na, ez tök hülye. És akkor itt több pénzt lehet kapni. Szóval onnan el is jöttem, mert nem csak, hogy nem lett fizetésem, hanem nem is engedtek el az énekórákra. És utána elmentem a gégészetre, illetve az STK-ba, Csepeli STK-ba, és egész véletlenül a gégészetre kerültem. Úgyhogy ez a mai napig nagyon, hogy is mondjam, hasznos számomra. Sok mindent megtanultam, hogy mit kell csinálni, ha arcüreggyulladásom van, ha fülem fáj, ha torkom fáj. Szóval minden rosszban van valami jó. És amikor, azt hiszem már 2 éve dolgoztam ott, amikor jött a Ki mit tud, és azon én elindultam ugye a munkatársaim nagy unszolására, meg azért bennem is megvolt a megmutatkozási vágy, és hát az elég jól sikerült, fel is vettek aztán még a Zeneakadémiára is. Mondjuk ez már a második próbálkozásom volt akkor a Zeneakadémián. Második díjat nyertél, aki mit tudom, ugye? Igen. Kessler Éva. Igen, a Kessler Éva világhírű. Igen, ott kezdődött az első, az volt az első alkalom, amikor nem hoztam szerencsét, mert ott a Pamina áriáját én a döntőben, igen. Kicsértem. Igen. Véletlenül. Igen. Amivel egyébként aztán a Szkálában mutatkoztam be, ugye, bemutatón. Jó csak sok kicsit éve. Kicsit később, 95-ben. Igen. Na jó, és akkor, tehát ezek szerint volt gégészet, meg volt vasalás, tudom. Igen. És, hát akkor, volt, és igen. Akkor eljött az a pillanat, hogy sikerült a Zeneakadémia. Igen. Na ez a vasalás egyébként ilyen bedolgozás volt, tehát nem az volt, hogy én bevittem a gégészetre vasalni. Nem, magam. Hát a patyolatnak bérvasalás, igaz? Nem, hanem ilyen varrónők megvarták a hálóinget, meg a pizsamát, és akkor azt ki kellett vasalni, és azt csináltam én, és akkor össze kellett hajtogatni, összekötözni, és akkor elvinni egy ilyen, mit tudom én, milyen helyre, nem tudom, és akkor azért kaptam pénzt. Na, és aztán ezek után egyszer csak mégis sikerült egy felvételi igen. a Zeneakadémiára, ahol először Ónodi Márta tanárnő növendéke lettél. Igen, senkinek nem kellettem egyébként. Tehát megvolt a pontszámom, hogy fölvegyenek,
a Zeneakadémia énektanszakára, csak egyetlen egy tanár sem jelentkezett, amikor felolvasták a nevemet. Tehát, hogy nem kértek, hogy akkor engem szeretnének tanítani, és akkor oda kerültem, ahol éppen hely volt. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. De hát nem mindig hallják meg, azt hiszem, hogy ez nem... Hát ez meg másik. Akkor tulajdonképpen lehet, hogy éppen még egy hát olyan igen, szint volt. Hát igen, még a tojás hely volt a fenekemben valószínűleg. Hát igen. Na, akkor most egy operaáriát, hogy végre akkor a saját igen. műfajhoz közelítsünk. Chilea Adriana Le Couvreur című operájából egy ária következik. Adriana, aki színésznő, tulajdonképpen a művészi hitvallása van ebben az áriában. A darab végére hát egy elég érdekes fordulattal úgy hal meg a főhősnő, hogy előadás után egy mérgezett virágcsokrot küldenek az öltözőjébe. És én nem tudom, hogy megette vajon, vagy miért, vagy csak szagolgatta, de végül is hát a mérgezett virágcsokortól hal meg a hát lehet, hűzni. Hogy ahogy fogdosta, tudod. Na, egyébként hát erről majd még beszéljünk, hogy hányféleképpen haltál már meg színpadon. Igen, hát rettentő sokféleképpen, úgyhogy a saját halálom már egy izé lesz, egy ilyen bevett szokás. Ja, be van gyakorolva. Be van gyakorolva, kész. Hát sajnos belegondolok, hogy a Traviata is, meg a bohém élet is tüdőbetegségben következtében fejezi be földi pályafutását a két hősnő. Hát ez manapság sajnos nem olyan igen. Na jó, erről ne is ritka. Beszéljünk, ezt most na, akkor most... Adriana Le Couvreur. Most akkor Adriana Le Couvreurből. No!
Zeneakadémia, ami alatt ugye több énekversenyen részt vettél. Tünk. 1900, nem igen, akarok tehát a múlt számokat, században. Első búr háború előtt, igen. tehát Athénben a Maria Callas verseny második díj. Sőt, előtte Barcelona, Hertogenbosban, Hollandia volt az első. Ja, igen, Hertogen, vagy ahogy a hollandok mondták, Hertogenbosz. Igen, 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 ez a betegség. És aztán jött a barcelonai énekverseny, aminek az egyik érdekesség az volt, hogy ott volt Petrovics Emil a zsűriben. A másik meg az, aki hogy akkor az operaháznak a operaház igazgatója volt, a budapesti operaház igazgatója. És a döntőben valószínűleg te voltál a legfokhagymaszagúbb énekes, versenyző, ugye? Emlékszel, hogy most azt tessenek elképzelni, hogy bejut a döntőbe egy fiatal énekesnő, és akkor pénteki napon van a döntő, és ő csütörtök reggel torokfájással ébred. Gyógyszerek nem használnak. Hát mondom, akkor utolsó mencsvárként az orosz penicillint meg kell próbálni, és elmentem a barcelonai piacra, és vettem fokhagymát, amit te úgy szépen igen, meg is eszegettél. Meg is eszegettem. És aztán második díjat nyertél, úgyhogy nem adtak ki első díjat. Úgyhogy a fokhagyma jól hatott. Jött. Igen, 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 igen. De most ennek a versenynek az volt egy nagyon komoly folyamánya, mert ezeken az énekversenyeken nem csak az számít, hogy hanyadik díjat nyer egy énekes, hanem hogy ki van a zsűriben, vagy a nézőtéren, milyen színházigazgatók vagy impresszáriók ülnek, tehát mindig az számít, hogy esetleg valaki meghallja, és meghívja valahova. Na most ennek a barcelonai versenynek a egyik legnagyobb haszna az volt, hogy Petrovics Emil ott ült a zsűriben, és körülbelül egy évre rá Bende Zsolt operaénekest, aki Andreának az akkori énektanára volt, megkérdezte Petrovics Emil, hogy te mondd Zsolt, az a kislány, akit én hallottam Barcelonában, vajon el tudná énekelni a Júliát, a Gúno, Romeo és Júlia című operájából? Hát a Zsolt természetesen, remélem, hogy vannak még itt, akik emlékeznek rá. Azt mondta, hogy hát persze, hogy el tudja, hogy el tudja énekelni. És akkor így került még zeneakadémistaként a nagyon mély vízbe, mert elénekelhette ezt a főszerepet a Erkel Színházban, ami hát egy óriási nagy kiugrás volt itthon. Igen, és ugye nagyon-nagyon klassz volt, hogy a Bende Zsoli is ott állt velem a színpadon, mint Capulet, tehát az apukám. Bizony. És vigyázó szemét rajtam tartva. És hát nagyon izgult persze, talán még jobban, mint én. De ezt ma már értem, mert nekem is vannak növendékeim, és akkor tudom, hogy milyen az, amikor a növendék énekel, Úristen, és már én nem tudok mit csinálni, tehát minden rajta múlik, hogy ő hogy fogja megoldani. És ez egy nagyon érdekes, 89. január 6-án volt ez a bemutató, ami hát ugye vízkereszt napja, és nem egyéb, mint a betlehemi csillagnak az ünnepe. Tehát, hogy ugye azt írták, hogy csillag született, és hogy ez egy érdekes, most, hogy így utána gondolok, akkor csillag állt fölöttem aznap este, és tényleg egy ilyen nagyon nagy hírű este lett ebből, és utána számos előadáson énekeltem ezt a szerepet, és hát persze nem akarok nagyon előre menni, de hát ennek aztán voltak folyamányai, későbbi bécsi előéneklés például. Úgyhogy ez tényleg, tehát ez a pályámon így ment, hogy az egyik dolog hozta a másikat, és ilyen nagyon gyors egymás utánban, mint egy ilyen Shinkansen, nem igen. Is egy gyors vonat, hanem egy ilyen nagyon gyors vonat. Igen. És akkor még jött ezután, a premier után, ami a
a nemzetközi pályádon lett egy nagy dobás, az a Helsinki énekverseny, ami a legnagyobb énekversenynek számít tulajdonképpen. Az énekesek olimpiájának igen, nevezik. És akkor ott úgy nagyon kijött a lépés, és abszolút első díjat nyert. Hát a zsűriben olyanok voltak, mint a Birgit Nilsson, a Carlo Kossuth, Jevgenyi Nyeszterenko, tehát ilyen abszolút világsztárok. Igen. És akkor sikerült ezt a versenyt megnyerni, akkor volt egy leállás második gyermek születése miatt, de közben jöttek a felkérések olyan helyekről, ahol soha nem volt előénekelni. Nem értettük, aztán később kiderült több helyen, hogy a Birgit Nilsson ajánlotta őt, és ő, ha valakire azt mondta, hogy jó, akkor nem is akarták hallani úgy külön, hanem elhitték neki. Tényleg egy csomó ilyen volt, hogy van ez az, hogy kerültem én ide, igaz? Igen, igen, nagyon, tényleg olyan csodálatos volt ez, hogy, hogy ő ezt így mindenütt elmondta, tehát vitte a jó híremet, hogy így mondjam, és azt, hogy nem kellett. Aztán utána még csak egyetlen egy előéneklésem volt talán Hollandiában, amikor a Matthew Epstein is hallott, a leendő amerikai menedzserem, és igazából többet nekem nem kellett előénekelni, csak meg kellett nézni, hogy hol énekeltem, meg hát a szájhagyomány. Ugye azért az is egy fontos, ami pályánkon is, tehát itt is nagyon fontos az, hogy mit mondanak az emberről, és ki mondja. Na most egy picit ugráljunk időben. Következő zeneszám az Guno Faust című operájából Margit áriája lesz, amit olyan 8 éve körülbelül mutatott be itthon a Magyar Állami Operaház, 6-8 évvel ezelőtt. Hát ez is egy csodálatos darab, épp úgy, mint a Romeo és Julia. Guno. Hát Guno, nagyszerű. Hát akkor most Margitot, jó? Énekel, de ebben az a röhely, ezt hadd meséljem el, hogy ugye hát szokták magyar fordításban is énekelni az áriákat, és ennek az áriának, amikor ott nézegeti magát a tükörben a Margit ékszerekkel, és hát nem is ismer szinte magára, hát az a magyar fordítása, hogy Margit, Margit, ez nem te vagy. Hát ez olyan, hogy Lárpullárék is megirigyelhették volna. De még ilyen lesz. Na. Akkor Margit? Hát akkor Margit. C'est ça, c'est le mot me parut à maman de si pendant d'oreilles. Oh, voici justement en fond de la casette un miroir. Comme on n'est pas coquette. Yeah.
Na hát akkor Margiton túl vagyunk, és akkor telt múlt az idő, és eljött a bécsi Staatsoper 1991-ben, ahol hát bizony nagyon-nagyon sokféle szerep volt. Az elején kisebb szerepek is, de aztán 2-3 hónap után már csak főszerepek. Hát igen, ez nagyon jópofa történet, mert hogy amikor előénekeltem, akkor ugye behívott a leendő rektor, illetve igazgató az irodájába, és akkor mondta, hogy hát akkor szerződést ajánl 91-től, ez azt hiszem 89-ben volt. És akkor elültett egy papírt, amin csomó kis szerep volt. És akkor hát persze, hogy egy ilyen éppen Magyarországon ismertebb kezdő énekes beképzeltségével így ilyen lefitymálva néztem ezeket a kis szerepeket, és mondtam, hogy hát én ezt nem írom alá, mert nincs benne nagy szerep. És akkor emlékszem, hogy így a hollender így összekulcsolta a karját, és így hátradőlt, és így jó megnézett magának, hogy mi az, hogy én kezdő énekes Magyarországról. Igen, ennek a bécsi operának óriási nagy rangja volt. Hát ez mindig, most is. Mindig is így. Tehát tulajdonképpen a bécsi Staatsoper, a londoni Covent Garden, és utána a Metropolitan, Milánói Scala. Tehát Bécs, Milánó, London és a Metropolitan, tehát ezek azok az operaházak, ahol énekelni mindenki szeretne, minden operaénekes, és vagy sikerül, vagy nem. Általában nem sikerül. És hát igen, ez megint csak egy ilyen kis szemtelenség volt részemről, de így legalább megjegyzett magának. És adott egy nagy szerepet. Azt mondta, hogy oké, akkor beleírjuk a Rosinát. A Sevillai Borbé, tehát Rossini Sevillai Borbé, Rosina. És akkor ez belekerült a szerződésbe, mondtam, hogy oké, akkor aláírom.
És akkor így kezdődött igen, el. Igen, és akkor körülbelül fél év alatt a kis szerepek elmaradtak. Nagyon, ezt is hagyd mondjam, mert ez, de biztos tudod, hát te akarod elmondani, én is elmondtam. Lehet, hogy biztos tudom, csak elfelejtettem, de akkor mondjad. Mert hogy ugye azzal kell, tehát 91-ben a Rózsa lovaggal nyitott a Wiener Staatsoper, ahol egyébként Lucia Pop volt a Feldmarschallin. Irtozatosan, gyönyörűen énekelt, és nagyon kedves volt, és ő magyarul beszélt velem. És én egy ilyen... Pozsonyi származású volt, Lucia Pop. És egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sokan mondják, hogy hasonlított a hangunk. Tehát, hogy... És akkor én egy ilyen nagyon nyúlfarknyi szerepet énekeltem, a modisztint, ami azt hiszem, hogy nincs is a színlapon. Tehát amikor így kifüggesztik azt, hogy kik énekelnek aznap este, modisztin, az nem létezik. Hát kicsi szerep. Hát körülbelül 15 ütem. és akkor, de hát én irtózatosan lelkes voltam, és nagyon meg akartam magam mutatni, és nagyon készültünk erre a 15 ütemre. És a próbán is, ugye a kalapárus voltam én, a modisztina, aki bejön ilyen nagy kalapdobozokkal, és akkor előadja ott magát. Hát én előadtam magam, és nagyon szépen elénekeltem azt a 15 ütemet, és kimentem az öltözőmbe a nagy áriám után, és akkor hallom, hogy így kopognak, kinyitom az ajtót, és ott áll a Hollander úr, és mondja, hogy Rost néni, holnap jöjjön be az irodámba. És akkor én másnap bementem hozzá, és akkor mondta, hogy na hát akkor felejtsük el ezeket a kis szerepeket. És akkor megkaptam ez a Szuzannát. Ez a Rost néni, ez, tehát Hollander úr egy román, de magyar származású Temesvári úr, aki egy nagyon nagy tekintélyű menedzser volt, majd pedig 20 évig, egy hián 20 évig a Bécsi Operaház igazgatója. Nagyon-nagyon ért a hangokhoz egyébként, viszont egy roppant kemény ember, egy nagyon-nagyon kemény szakember és kemény üzletember is, tehát azért minden énekessel igyekszik elérni azt, hogy a lehető legkevesebbet kelljen neki fizetnie. Tehát ez az alap. És azért minden nap énekeljen. Igen, igen, tehát hogy minél többet énekeljen. Na most, tehát Bécsben jöttek a nagy szerepek, és Bécs következtében jött a Salzburgi ünnepi játékok, ahol a legelső szerep az a Sólyom szerepe volt, Richard Strauss Árnyék nélküli asszony című operájában, ami hát nyári produkció volt, és teljesen kivételes módon állandóan ilyen 35 fok volt akkoriban azon a nyáron Salzburgban. A Sólyom szerepét pedig úgy kell elképzelni, hogy valóban egy sólyom. Ez esetben milyen is volt a jelmez? Hát így a fejem tetejétől a lábujjam hegyéig piros féderekkel, tollakkal voltam. Tehát olyan volt a ruhám, egy ilyen, még szárnyam is volt, abban volt a kezem, az egész arcom ilyenre volt csinálva. Szóval és az egész valami szépen. Ilyen nejlom vacakra igen, volt. Hát szóval... Nincs is ennél jobb 35 Nincs is 35 fokban a legjobb fogyókúra, hogy egy ilyen nájlonban van az ember bele csomagolva, és ráadásul 3 vagy 4 méter magason egy ágon kell csücsülve énekelni. Úgyhogy ez nincs is jobb ennél, hogyha az ember, hogy hívják ezt? Sólyom? Nem. Nem, hogyha aki a mélysége. Igen, tériszonyos. Hát igen. Na, hát... ez volt 92-ben, igen. És aztán 93-ban jött egy érdekes dolog, hogy ugye a Poppea megkoronázásában énekeltél, amikor ott az ünnepi játékok titkárságáról egyszer csak szóltak neked, hogy jaj, hát itt van a Riccardo Muti, a Milánói Scala főzene, rettegett főzene igazgatója, hát tényleg tulajdonképpen a világ legnagyobb karmestereként, különösen opera területén volt számon tartva, még most is az egyébként. Na és
Tehát az volt a kérdés, hogy holnap nem akar-e előénekelni Andrea neki, mert a következő évi, tehát 1994-es Scala Rigoletto produkcióra még Gilda szereplőt, Gilda nevű szereplőt keresi. Hát az a abszolút női főszerep a darabban. Hát mondta Andrea, hogy dehogy nem akar. Igen ám, de ilyen furcsa volt, Salzburgban nem tudtunk egy Rigoletto kottát találni. Igen, nem volt szobor, nem volt a kottatárba se, sehol. Akkor a hanglemezboltban, vagyis a, hogy hívják ezt, zeneműboltban sem, a kis színházban se, sehol. Úgyhogy eljött a másnap délelőtt, amikor hát kénytelenek voltunk mondani a maestrónak, hogy hát Rigoletto kottánk nincs, mondta, hogy nem baj, énekeljen valamit. És akkor emlékszem, hogy a Susanna áriáját énekelted el, valamint a Lamemuri Luciából az első felvonásbeli áriát. És akkor utána én mondtam, hogy hát hogyha nagyon kell, akkor megpróbálom fejből a Gilda nagy áriáját lekísérni, hogy meghallgathassa. És akkor ő azt mondta, hogy ő arra már nem kíváncsi, mert a Lucia áriából hallja, hogy az menni fog. Hanem van a második felvonásban egy kicsit mélyebb fekvésű ária, amikor Gilda elmeséli apjának, hogy hogyan történtek vele meg ezek a... Hát hogyan találkozott végül is. Hogyan találkozott a herceggel, aki elcsábította. Tehát egy ilyen nagyon szomorú ária, és akkor azt mondta, hogy ő ezt szeretné hallani. Hát igen ám, de azt Andrea nem tanulta még. Csak ismerte, hallotta már magyarul. Na és akkor hát azt nem lehetett mondani, hogy nem tudja, mert egy ilyen karmester, egy ilyen színháznak a zenei vezetője, mint a Scala, ha meghallja azt, hogy a szerepet még nem énekelte színpadon egy fiatal, akkor teljesen biztos, hogy nem fogja meghívni a Scalába premierre. Úgyhogy Andrea természetesen azt mondta, hogy ó, hát énekelte ő, az csak hát magyarul. Énekelte itthon többször, csak a magyarul. Szerepe, az egész szerepet. És akkor erre pehünkre azt mondta a karmester, hogy hát jó, hát akkor énekelje el azt az áriát. Magyarul. Na, itt kezdődtek a bajok. Hát nekem mert a fogalmam volt, nem volt az áriát. Csak ismerte az áriát, de még soha nem énekelte. Nem tanulta. Hallok. Na mondom, veszteni valónk nincs. Én elkezdtem a kíséretét, Andrea pedig elkezdett, a szöveget se tudta. De elkezdett magyarul énekelni. Most egy picit megmutatunk ebből, hogy igen. Hogyan, annyira sajnálom, hogy ebből nem készült magam. Hangfelvétel igen. Ebből az előéneklésből, mert elkezdte, emlékezett az ária első sorára, majd elkezdett halandzsázni. Hát gondolta, hogy az olasz úgy se érti. Hát úgy se érti. Hát azt mondok, úgyhogy, amit akarok. Úgyhogy most 10 másodat pörkölt receptet, vagy abból, valami hasonló. Bemutatunk abból, hogy milyen lehetett ez a történet, jó? Én ülve maradok, jó? Templomból láttuk egymást, mellettem térdelt éppen, amikor mégis nem tudom, ahová éppen mégsem. Na és itt lejjünk. Tehát, halálunk. Szerintem, hogyha Dolák Sali Robert hallotta volna azt az éneklést, akkor meghívják a Holló Színházba. Úgyhogy, de hát ennyi vagányság kell, és mit ad Isten, akkor ott még beszélgettünk egy kicsit a Ricardo Muti úrral, és mondta, hogy jó, hát megkérdezte, hogy melyik menedzserrel dolgozik, András, hogy jó, hát akkor majd jelentkezünk. És hát ezt már ismertük, mert azért ezt minden fiatal énekes ismeri, hogy jelentkezünk. Majd értesítjük. Majd jelentkezünk. 10-ből 8-szor nem. Igen. És akkor ezzel szembe 2 hét múlva kicsit reszkető hangon Ráb úr, aki az Andreának a bécsi menedzsere volt, telefonált, hogy te Andrea, jött egy szerződés a Scalából. Igen. Tehát 2 hét múlva ott volt a szerződés. Igen. Úgyhogy így kezdődött a Scalában ezzel a kis... Na most aztán, amikor megtörtént a
nagy sikerű premier, akkor ott a fogadáson utána... Egyrészt, hogy elénekeltem azt az Ezt a duett végén, emlékszel? Igen, mindegy. Igen. És akkor te bevallottad a... Hogy még soha nem énekeltem ezt a szerepet. Hát, hogy ez volt az első előadás életében. Igen, ő igen. Persze azt mondta, hogy ó, hát tudtam én azt. Na. Szóval néha kockáztatni kell. Hát, no. Illetve ha jön egy lehetőség, akkor azzal élni kell. Azt meg kell fogni, igen, és élni kell vele, így van. És aztán hát a Scala az nagyon sok, mert ott aztán még egy csomó darabot és nagyon sok előadást. Hát a Paminát, igen. Ugye következő évben, igen. Illetve, bocsánat, még, hogy is volt? Még abban az évben, mert ez júniusban volt, a 94 júniusában volt a Rigoletto, és december 7-én igen. Volt a Varázsfuvola, és aztán jött Salzburgban a Traviata, szintén a Riccardo Muti vezényletével, 95-ben. Igen. No, akkor most énekelsz? Hát nem tudom, énekelj. Igen. Bohém élet. Jó. Jó? Sí. Mi chiama non mi ma non Lucia la storia mia è breve a te la si ricamo in casa e fuori son tranquilla. Oh.
dentro di me non le saprei narrare. Sono la sua vicina che la vien fuori d'ora importunare. Na most a bohém élet mimi szerepe, az már tulajdonképpen az eredeti repertoárhoz képest egy kicsit váltás, súlyosabb, kicsit súlyosabb. Igen. Mondjuk a Verdi szerepek is, de ez is tényleg Puccini, ez egy szaktosabb, nagyobb. Igen. Hangszerelés, igen. Néhány éve itt Budapesten volt a két egy felvonásosnak a bemutatója. Az egyik az a Leon Cavallo Bajadzók című operája, amiben Nedda szerepét énekelted. Ez milyen élmény volt? Megint csak egy lépés a még súlyosabb és még drámaibb szerepek felé. Itt is meghalok persze, itt ugye megfojta a féltékeny férj. Hát ilyen is előfordul, ugye nem csak tüdőbajban hunytam el, nem csak Otello folytott meg, nem csak, ugye megint csak tüdőbaj a Traviata, és egy leszúrom magam, mint ugye Júlia. Tehát azért itt nagyon sokféle halálnemet már végigjátszottam. De ezek nekem azt hiszem jól állnak. Tehát én ezeket nagyon élvezem. Azt még jobban, amikor a Luciában a férjemet kellett fölaprítani. És ezt... Az mondjuk nem nyílt színen történik. Nem. De hadd mondjam el, persze enyhített változatban, hogy volt ez a gördülő opera, ez a operaháznak 50-es, 60-as években talán, tehát hogy vidékre elvitték az előadásokat, faluhelyre is. Ez egy nagyon klassz dolog volt. Ilyen pajtákba, meg mindenféle helyszíneken játszották, többek között az Otellót is. És hát az eredeti szöveget nem mondhatom el, ami elhangzott az előadás nézőteréről, mert a következő volt, hogy mire oda jutott a cselekmény, hogy a végén már Otelló elkezdte folytogatni Desdemónát, egy kikeményített fehéringes paraszt bácsi így fölállt, és azt mondta, hogy már régóta figyellek, nagy rohadék vagy. Na most nem ezt a szót mondta, hogy rohadék. Igen, hát ezek, hogy mondjam, ez teljesen pozitív, tehát annyira beleéltem magát. De tényleg magát. Tulajdonképpen a vigoperák kivételével te állandóan meghaltál, nem? Igen. Gyakorlatilag. Igen, állandóan. De hát azért volt Pamina, meg volt Szuzanna, ugye, meg grófnő, akik csak jó, lelkileg, hát, tehát a grófnő az csak lelkileg jó, törik össze. A Figaro is. Igen. Vígopera. Hát végül is igen, igen, Bomásé darab. Meg a Szeviei Borbistánál azért voltak jó pofa. Meg hát a Denevér Rosalindája, hát azért. Bár megint... most már akkor szerintem te rutinból bármelyik Vígopera végén is meg tudnál halni, abszolút. Ha úgy kéne. Igaz? Tehát abszolút, utána el egy ilyen nagy halált. Igen, megrendezzük, jó? Jó. Úgyhogy ezt a, ne, ja, hát a Nedda... Jaj, vízbefúlás bánkban. Ja, ja, tényleg. Apropos. Igen, Tisza. Igen, igen, ez a Tisza. Amit egyébként a Dunában forgattunk a filmen. Tehát ezen annyit nevetek, hogy... De nagyon jó volt. Ez nagyon élveztem egyébként azt a filmforgatást. Már csak a Zsigmond Vilmos miatt, a zene miatt is természetesen, de az, hogy egy ilyen emberrel lehetett együtt dolgozni, aki képeket, tehát mindegyik olyan volt, mint egy festmény. Tehát én most elég régóta nem néztem meg ezt a Bánkbánt, és most idén, amikor, mert mindig március 15-én azt hiszem leadják a tévében, és megnéztem. És mondom, azt a kutya fáját, hogy ez milyen gyönyörű. Tehát, hogy annyira gyönyörűen volt fényképezve, és egyébként pont az Őj meg engem Bánk című ária, az olyan fél homályban, meg mintha éjszaka lenne, úgy van fotózva, az például nyáron 38 fokban nappal forgattuk. Tehát ez a nappal éjszakát forgatni fantasztikus, fantasztikus volt. Tehát, hogy... Ott volt már az előkészületeknél egy nagyon szokatlan dolog, mert ugye amikor a zenekar, énekesek stúdió időpontja megvolt néhány napra, akkor te pont beteg lettél, és akkor
Pál Tamás karmester, aki a filmnek a előre rögzített zenéjét vezényelte, fölvette Andrea részeit is a zenekarral úgy, hogy Andrea nem volt ott. És aztán te később énekeltél. Igen, rá. Igen, később rá énekeltem. Na most ez egyébként egy embertelen zenei feladat, szóval úgy lekísérni egy énekest a zenekarral, hogy nincs ott az énekes, hát az durva. Igen, igen. De simán rá énekeltél, erre emlékszem, hogy olyan alapokat adott, hogy... Abszolút. Én sem. Már én minden nem levegővételt pontosan tudott, hogy hogy mikor fogom majd énekelni, igen, és hol fogok levegőt venni, és meddig tartom azt a hangot, és egyáltalán... Hát aztán végül is kénytelen volt addig tartani, akkor aztán igen. Nem lehetett igen. Tovább, igen, 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 igen. De hogy annyira egyforma a zenei ízlésünk, hogy abszolút ez nem esett nehezemre azt szerint énekelni, mint ahogy föl volt véve a zenekari kíséret, igen. No, nem tudom. Jaj, na legyen. Próbálkozzunk meg vele. Jó. Col fiamma viva nel guardo, gli occhi appassai per te ma che dicessi in mia pensier segreta. Oh, se ne sorridesse, brutale come io, Maria, son questi sogni paurosi e folle.
szeretem ezt az áriát, bár egy kicsit sok 16-od van benne, az egyfőre jutó 16-od száma jobb kézben kicsit sok, de nem baj, de szerintem egy fantasztikusan izgalmas drámai ária. Hát tulajdonképpen... Dráma a drámában. Dráma a drámában. Igen. Ez ilyen darab, színdarab a darabban, mert tulajdonképpen tényleg a darab második részében egy... Térinél színház, járnak hát igen, faluról falura. Igen, mindenütt van egy szeretője a Neddának, ugye? És itt van egy olyan, akivel aztán tényleg le akarna lécselni, csak hát... Csak ezt megneszeli a Zord férj. A Zord férj, és aztán ugye, de hát nem akarom azért a történetet elmondani, mert biztos mindenki ismeri. Vérfolyik hát a végén. Vérfolyik tényleg a végén. És mint hát rendesen. Igen, és hát a közönség, a falu népe írtó hálás ezért, mert tényleg drámát lát. Tehát egy katarzist lát a színpadon, csak aztán tényleg halál van a végén. Úgyhogy akkor meg nagy sikoltozás van, úgyhogy Isten, én nagyon jó, én nagyon szeretem. No, hát most már vége fele közeledünk. Vége felé közeledünk. Mert hogy egyrészt most már úgy időrendben is lassan a Mánál tartunk, meg tényleg a műsoridőnk is már kezd vége fele járni. Az utolsó szám, ami lesz, az is Bécshez kapcsolódik. És nagyon stílszerű, hogy ott ezt énekelted. Igen, a Csárdás királynőt, és ráadásul a Volksoperben. És hát nagyon izgalmas volt, mert azért ott beszélni is kellett németek között németül. És a Szilvia, meg hát ez egy magyar, ugye? Tehát egy magyar kis. Tehát szóval nagyon élveztem őt, és aztán az a megtiszteltetés ért, hogy amikor a Volksopert meghívták Japánba, akkor ők a japánok engem kértek, tehát látták, hogy én vagyok a premieren, és abszolút nem akarták azt, hogy egy osztrák legyen a Szilvia. Hanem engem kértek, úgyhogy ezt aztán Japánban is elég sok helyen ezt a Volksoperrel bemutattuk ezt a Cserges királynőt, és aztán van a végén egy együttes, ahol még az utolsó verszakot japánul is elénekeltük. Hát azt ne kérjék, mert azt... Pedig én nagyon szerettem volna feliratozva, de mindegy. Jó. Minden előadás előtt tanultuk, hogy úristen, Sotina kimaja csipata dikató. Igen. Van néhány japán növendékünk a Zeneakadémián, az énektanszakon, és direkt kérem őket, hogy hozzanak japán dalokat. Hát ez valami elképesztő. Szóval tényleg nagyon egzotikus, és olykor nagyon vicces. És a múltkor az egyik kislány hozott egy állati jó jazzes japán dalt, és kérdeztem tőle, hogy te is ez miről szól? Mert hát ugye ott volt a japán kotta, kizárólag japán írással, semmilyen európai nyelven nem volt lefordítva, és aztán kiderült, hogy az a dal a sörről szól. Úgyhogy ez egy nagyon jó dal, mondanám, hogy érdemes lenne megtanulni, csak hát azokat a japán szövegeket, hát ember legyen a talpán. Inkább ne. Na, hát akkor nagyjából műsorunk végére értünk, akkor most búcsúzóval a Szilvia belépőjét. Belépőjével kilépünk. Igen, a Csárdás királynő. Vigyázni kell, hogy az ember, hogy a szakmában a Csárdás királynőt csak Csámpás királynőnek szokták mondani, akkor mit tudom én, a Lammer Muri Luciát, Lammer Luci Mumiának, a Rigolettót Rigel Ottónak, szóval mindenféle. Csak aztán vigyázni kell, mert az ember komoly szituációban is ezeket a marhaságokat mondja esetleg. Igen. Most viszont magyarul fogom énekelni, mert hát azért ez mégiscsak egy magyar zeneszerzőnek a gyönyörűséges darabja. Oh.
magyarul. Hogyha szívem kéred tőlem, jól vigyázz, babám, azt ne hidd, hogy hű szerelmem játékszer csapán. Hogyha csak mulatni vágyol, engem elperulj, vigyázz, kérd a csókot más leánytól, szedd a mézet más virágról, én velem ne kezdj, velem ne játsz. Ej, rózsám, már odébb mehet, ej, rózsám, elmehet, bánom is én, hogy száz csókot összeszedsz, ha már nem engem, engem szeret. See.